Az általános iskola diákjai mutatják meg ügyességüket a Hévízi Városháza előtt kialakított ideiglenes biciklipályán. Ez a program kiegészítője volt annak a sajtótájékoztatónak, melyen a Dráva Tour magyar-horvát kerékpáros projekt részleteit ismertették. A horvát és a magyar oldalon 6 megyén tekerünk végig, és mind a 6 megyénben a legszebb helyeken, a legszebb állásokat érintjük, Varasd, Kaplonca, Pécs, Nagykanizsa és Hévíz az útvonal, és hát Hévíz itt nem kell mondani, hogy milyen szép város, és szeretnénk azt elérni, hogy megmutassuk azt, hogy Hévíz mennyire kerékpárbarát, hiszen ezt itt ők tudják, de talán távolabb élők is tudják meg azt, hogy milyen jó itt kerékpározni, mi jó kerékpárra ide eltekerni, hiszen Hévízről akár a Balaton menni, el lehet kerékpározni Bringa úton, vagy Hévíz környéken nagyon sok olyan kisforgalmú utak vannak itt a szülők között, ahol vidáman lehet autómentes helyeken kerékpáros túrázni. Azt is meg tudjuk vele mutatni, hogy adott esetben Hévíz városában egy ilyen komoly, mondhatom azt, hogy nemzetközi verseny is megvalósulhat, ami azt is elhangzott, hogy ez amatőrök versenye, mégis egy professzionális módon lesz megvalósítva, tehát magában a háttér, infrastruktúra és az egésznek a felépítése az egy professzionális versenyre jellemző, de amatőrök indulnak. Ami a szervezést illeti, mennyire lesz egyedi ez a verseny? Olyan kevés van, hogy egy hosszú túrán belül egy rövid szakasz csak a verseny, a többi túra, de olyan, hogy egy több napon keresztül amatőröknek szóló profi szervezéset, profi háttérrel, úgy érzi a versenyző, mintha Tour de France-on lenne, rendőrbiztosítással megy, csapat segítséggel megy, csapat háttérrel megy, szállásaikkal nincs problémája, hiszen mindenhol ki vannak szolgálva a sportolók. Mindezt úgy tehetik úgy, hogy a szakaszok nagy részét Tour tempóban teljesíthetik 30-as átlaggal, és minden nap egy rövid szakaszon lesz csak verseny. Hogyan néz majd ki a Hévízi napnak a programja? Délután 2 órakor érkeznek a versenyzők, de viszont 1 órától már a nagy parkolóban mindenhol attrakciók, kerékpáros versenyek, freestylerek lesznek. A program az úgy néz ki, hogy 1-től 5 óráig a nagy parkolóban mindenki meg tud ismerkedni is kicsit a kerékpározás művészetével, a versenyzéssel, és akkor 2 órakor, amikor van a befutó, akkor pedig hát lehet még a 3-körös startba még egyet drukkolni. Ez egy turisztikai attrakció Hévíznek. Ekkora rendezvény kerékpáros még nem volt. A rendezvény idején a városban forgalmi rend változásra, illetve korlátozásokra kell számítaniuk a közlekedőknek. A Széchenyi utca, Kossuth Lajos utca, Ady Endre utcai háromszög által határolt részen minden ki vagy be érkező kereszteződésbe rendőrök fogják a forgalmat lezárni, illetve a forgalmat megállítani, tehát aki teheti ebben az időszakban és mennie kell valahova, nem pedig nézni szeretné ezt a rendezvényt, az alternatív útvonalakat válasszon erre a célra, illetve ha valakinek el kell ebben az időszakban indulnia, akkor azt tegye meg lehetőleg már 1 óra előtt vagy 3 óra után, mert ebben az időszakban nem fog tudni onnan kimozdulni. A Dráva Tour után tovább folytatódnak a biciklis programok és fejlesztések a városban, ezek tervei az önkormányzatnál már körvonalazódnak. Olyan terveket készítettünk, és olyan terveket kértünk be a megfelelő szakemberektől, vagy kérünk majd be, amikben vagy kijelölt kerékpár utak, vagy épített kerékpár utak, vagy legalább olyan széles utakat próbálunk megtervezni, ahol a kerékpárosok is, elsősorban a helyiek, de akár a turisták is el tudnak közlekedni Hévízen, mert azt gondolom, hogy a városnak egy alapvető célja az, hogy minél kevesebben használják az autót a városon belül, kerékpárra tudjanak pattanni, és ennek azt gondolom, hogy egy része már megvalósult. Az utak persze mindig a nehezebb és a drágább dolog, de a terveink megvannak, és azt gondolom, hogy ehhez a pénzt a város elő tudja teremteni.